Ezen az amatőr felvételen Lányi Péter kísér zongorán. Számtalan tanuló és hivatásszerűen a muzsikával foglalkozó kollégája élhette át ezt az élményt. Ha Lányi Péter szóba kerül, sokaknak van egy története vele, melyből kirajzolódik a professzionális zongorista, a muzsika iránti alázattal dolgozó zongorakísérő, a poénokból kifogyhatatlan társasági ember és a szívbéli jó barát képe. Lányi Péter 5 esztendővel ezelőtt távozott. Magasra gondolta az előadásmódot, a zenét, a muzsikát, a pedagógiát, a kíséretet, szinte a létet, és ezért nagyon nehéz volt vele kapcsolatot teremteni, olyan mély kapcsolatot teremteni, mert hát fel kellett hozzá nőni igazából, és hogy magasra tettem mércét, ez a kritikusságában is megnyilvánult, mert azért ő oda-oda mondogatott mindenkinek, hogyha és nem tetszett, és általában igaza volt. Inkább a muzsikus és a korrepetitori működése volt olyan, én azt mondom, hogy a mai napig pótolhatatlan. Tehát amikor ő leült a zongorához, nagyon sokszor hallottuk művészként is, de tényleg partnerként, és ezt ugye jó magam is megtapasztaltam, mert 11 évig dolgoztunk együtt, és vele meg lehetett azt, hogy na jó, most akkor menjünk a könyvtárba, keresünk egy hegedű szonátát, aztán játsszuk el. Tehát ő nagyon jó lapról-olvasási készséggel rendelkezett, és nagyon széles repertoár tudhatott a magáénak. Én az operettől elkezdve talán a zongora versenyig, én azt mondom, hogy mindent átölelt. A könnyű zenétől a komoly zenéig. Baranyai László zongoraművész számtalan alkalommal ült közös zsűriben Lányi Péterrel. Kiemelkedő képességű előadónak tekintette, aki elhivatott volt a muzsika iránt. Husek Rezső honosította meg Szekszárdon a zongoratanárok országos versenyét, melyet Lányi Péter vitt tovább. Teljes, őszinte odaadással vitte tovább ezt, amíg élt és amíg tehette. És meg kell mondjam, hogy Lantos Pistával és Németi Attilával rendszeres zsűritagok voltunk, és meg kell mondjam, hogy nagyon vártuk. Noha rettenetes nehéz elfoglaltság volt, ugye, mert reggeltől estig hallgattuk a darabokat, de a légkör, Péter személye, a környezet annyira megnyerő volt, hogy boldogan jöttünk mindig, és azt a 2 napot alig vártuk, hogy eltölthessük itt. Kiment a divatból az, hogy a zenetanárok koncerten játszanak. És ez nagyon-nagyon nagy hiba volt, mert egy tanár addig tud igazán tanítani, amíg maga is legalább valamennyire kézben tartja a dolgokat, a hangszerét, a darabokat. És ezt a hagyományt, amit Husek Rezső elindított, olyan mértékben fejlesztette tovább, hogy tényleg megmozgatta az egész országot, nem is tudom, a keleti és nyugati végektől kezdve mindenki ide jött versenyezni. Mert neked szépet, elismerőt, magasztosat mondani sosem volt éppen kockázatmentes dolog. Igen, jól emlékszünk arra az 5 évvel ezelőtti elég nehéz napra ott az alsóvárosi temetőben, amikor néhány perccel a szertartás előtt úgy szólván a semmiből érkezett egy jó izmos szélroham, és dőlt ott koszorú, váza, kaspó, minden, és akkor egynéhányan összenéztünk, s ha nem fegyelmezzük a végletekig magunkat, talán még a röhögés is kibudjan, mert tudtuk, ez bizony te voltál. Ez a te üzeneted volt. Gyerekek, na, ne csináljátok, nem kell ez a felhajtás, nagyon kedvesek vagytok, de inkább kocincsatok egyet, vagy valami. Úgyhogy törlöm is a ma este szótárából az olyan szavakat, mint emlékezés, főhajtás, tisztelgés. És nem csak azért, mert a korábbi tapasztalatokból kiindulva nem nagyon szeretnénk, ha ezt az igen szép, ám eléggé régi épületet esetleg ránk döntenéd, hanem azért is, mert az igazi, a legőszintébb szándékunk az, hogy itt ma este, legalább erre a kis időre találkozhassunk veled. Azt mondják, hogy az ember 30 éves kora
után már nem nagyon köt barátságokat, vagy azok a barátságok nem lesznek olyan igaz barátságok, mint a fiatal korban, gimnazista kor körül kötődő barátságok. Hát én 32 éves voltam, amikor Pétert megismertem, ő meg 3 évvel volt idősebb, mint én. Az első pillanattól kezdve ugyan nem volt a dolog. Tehát abban a pillanatban, amikor először beszéltünk, megismertük egymást, akkor kialakult egy alap, ami aztán valahogy fejlődött, megállt, megint fejlődött, de tulajdonképpen ugyanazon az érzelmi szinten maradt, mint az első pillanatban, mert az első pillanatban egymásra találtunk. Mindenféle, tehát szellemiekben, valószínűleg intellektusban is, ha ezt mondhatom, és hát a művészi elképzelésünkben olyan módon, hogy nagyjából ugyanaz volt a művészetről a véleményünk. Péter ugye akkoriban még csak a klasszikus zene megszállottja volt, egy kicsit később ez oldódott, de ugyanakkor adja át a népzene felé is, és én hasonlóképpen nagyon, nagyon így gondolkozom a zene egy részéről, de én másik irányba is azért a jazz felé is ellenlépdelek, és nagyon sok mindent nem kellett megbeszélnünk, mert abban a pillanatban, hogy elkezdtünk róla beszélni, akkor tudtuk, hogy a másik mit gondol, hogy gondolja, miként értelmezi a dolgokat, és ez ilyen könnyed barátságát tette, vagy könnyed együttlétét tette a mi barátságunkat, hát egészen addig, amíg Péter meg nem halt. Elhagyott a szeretőm, én is őtet is. 2006-ban alakult a Muslinca kórus, melynek szakmai gondozása is Lányi Péterre maradt. Néhány zenét csak elvétve tanult, de jótorkú férfiből faragott igazi bordal kórust. A nevet pedig hát Péter, Lányi Péter találta ki, tehát magát a Muslinca kórus elnevezést. Csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni, hát Péternek a zseniális személyisége, fantasztikus sziporkázó humora, tehát az ő társaságában, aki ismerte, mindenki tudja, hogy fantasztikus volt lenni, hallgatni a történeteit, és hát ugye hát egy fantasztikus ember is volt mellette, tehát hát milyen volt, nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon hiányzik. És nem csak a muslincáknak, hanem mindenkinek, aki valaha kapcsolatba került vele. Hogy ez mennyire így van, mutatja, hogy 5 esztendő után is csupán az emléke megtöltötte a Szekszárdi Művészetek házát.